Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendes testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes. A kiküldött meghívóban 22 napirendi pont mai napon történő tárgyalását javasoltam. Bizottsági ülések tükrében előterjesztőként levételre javaslom a 7-es napirendi pontot, Gólyafészek Vásárosnémi fiataljainak helyben maradásai projekt ösztönző támogatásairól szóló rendelet megalkotására irányuló anyagot, valamint javasolnám a napirendek sorába a előterjesztés a Nemzeti Foglalkoztatási Alap startmunkaprogram kiadási előterhére indított 2020. évi startmunkaprogramban való részvételre irányuló anyag megtárgyalását. Nagyon sok konstruktív ötlet, javaslat hangzott el a Gólyafészek projekt kapcsán, úgyhogy a bizottsági döntéseket figyelembe véve áttennénk a januári ülésre ennek tárgyalását, hogy még hatékonyabban tudjuk beépíteni azon javaslatokat, amelyek a majdani pályázók érdekében történnek. Szavaznánk először a napirend módosításáról, aki támogatja a napirend módosítását, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Az előzetes egyeztetések alapján szavaznánk a napirendről, azon kiegészítéssel, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolnám Szucsányi Magocsa Edit, valamint Nagy Miklós képviselőket, aki támogatja a napirendet és a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. És akkor el is kezdjük a munkát. Első napirendi pont. Beszámoló lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról és jelentősebb eseményekről. A Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményét kérném szépen elsődlegesen. Köszönöm szépen. A beszámolóval kapcsolatosan van-e a képviselőtestületi tagoknak kérdése? Kérdés nincs, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igennel a képviselőtestület elfogadta a határozatot. Haladunk a második napirendi pontunkkal, előterjesztés az időskorúak egyszeri támogatására. Három bizottság véleményezte ezen anyagot, a pénzügyi, a jogi ügyrendi és közbiztonsági, valamint a Szociális Egészségügyi és Művelődési Bizottság. Kérném szépen sorban a bizottsági véleményeket. A pénzügyi bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja a tervezetet. Köszönöm szépen. A jogi bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja a rendeletet. Köszönöm szépen, Szociális Egészségügyi. Bizottságunk 5 igennel elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Köszönöm szépen. A rendelettervezetből kitűnik, hogy önkormányzatunk eddig is odafigyelt az időseikre, a városlakókra, azokra, akik már letettek valamit az elmúlt időszakban. Ez az időszak jelen esetben a 64. életévüket betöltőkre vonatkozna, azon idős személyekre, akik ebben az esztendőben betöltik a 64. életévüket, vagy már betöltötték. Annyiban módosul ezen anyag, hogy megszoktuk már, hogy 3000 forinttal támogattuk ebben az esetben az időskorokat. Idén ez 5000 forintra módosulna, erről szól maga a rendelettervezet. Nagyon fontos kiemelni tehát a 2019. december 31. napját, illetve azt, hogy terveink szerint, amennyiben a képviselőtestület a rendelettervezetet támogatja, december 17-én kerülne sor ezen összekiosztására, majd pedig lehetőség lesz 2019. december 23-áig, illetve 2020. január 6 és 2020. január 10 között is ezen összeg átvételére. Kérdés van-e a leírtakkal és az elhangzottakkal kapcsolatosan a tisztelt képviselőtestület részéről? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki a rendelettervezetet támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, ez a rendelet megalkotásra került, és tovább haladunk a hármas napirendi pontunkkal. Előterjesztés a köztisztviselői életnapról szóló 2/2017-27 önkormányzati rendelet módosítására, valamennyi bizottság véleményezte ezen anyagot. Kérném szépen sorban a bizottsági véleményeket, haladjunk a pénzügyi bizottsággal. A pénzügyi bizottság 5 igennel elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Köszönöm szépen. Éva? A bizottságunk 5 igennel elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Köszönöm, Miklós. A bizottságunk 4 igennel elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Köszönöm szépen, Erika. A jogi bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja a rendeletet.
Köszönöm szépen. A rendelettervezet szöveges részéből kitűnik, hogy az elmúlt időszakban háromszor tudtuk a 38.650 forintos illetmény alapot egy kicsit javítani. Először 2017-ben 46.400 forintra, 2018-ban 50.200 forintra, míg tavaly, idén 2019-ben 55.200 forintra módosult. Hozzátenném azt, hogy ebben az esztendőben már kaptunk hozzá központi támogatást is, az első két alkalommal pedig a saját forrásainkra építve tudtuk ezt az emelést elvégezni. Kérdés van-e a rendelettervezettel kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki a rendelettervezetet támogatja, kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igennel a rendelettet megalkotta a képviselőtestület. Négyes napi rendi pont tárgyalására kerül sor. Előterjesztés a Vásárosnemi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2016 első hó 29 önkormányzati rendelet módosítására. Ha jól látom, kettő bizottság tárgyalta ezen rendeletmódosítási javaslatot. Először a pénzügyi, majd a jogi ügyrendi és közgazdasági bizottság véleményét kérném szépen. A bizottságunk igennel elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. Köszönöm szépen. A jogi bizottság négy igennel elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Köszönöm szépen. Ez is visszatérő anyagról van szó. Jelen rendelettervezetben javaslatot teszünk arra, hogy a felsőfokú végzettségű köztisztviselőknél 25%-os illetménykiegészítést, míg az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőknél pedig 20%-os illetménykiegészítést tudjunk megvalósítani a jövőben. Jegyző úr, van ehhez kiegészíteni valód? Ez ennyi? Annyi lenne hozzá csak, hogy tehát nem annyira a jövőben, hiszen mondjuk ezek a illetménykiegészítések jelenleg is vannak. Ez csak arról szól tulajdonképpen, hogy amennyiben új felvétel is kerül a hivatal állományába, akkor neki is ezeket az illetménykiegészítéseket az önkormányzat tudja adni. A jelenlegi állományban dolgozók részére ezek a kiegészítések egyébként biztosítva vannak, hála a képviselőtestület korábbi ilyen jellegű döntésének, de még egyszer mondom ahhoz, hogy a későbbiekben is ez adhatóvá váljon, akkor ez szükséges ennek a rendeletnek az elfogadása. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van a tisztelt képviselőtestület részéről? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki a rendelet módosítását támogatja, kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú igen, haladhatunk tovább. Ötös napirendi pont, előterjesztés Vásárosnémváros önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013 6. hó 7 önkormányzati rendeletének módosítására. Valamennyi bizottság tárgyalta ezen rendelet módosítási javaslatot. Kérünk szépen sorban a bizottsági véleményeket. Öt igennel elfogadásra javasoljuk a rendelet módosítás. Köszönöm szépen. Öt igennel elfogadásra javasoljuk a rendelet tervezetet. Négy igennel elfogadásra javasoljuk a rendeletmódosítást. Köszönöm szépen. Négy igennel elfogadásra javasoljuk a rendelettervezetet. Köszönöm szépen. A rendelet módosítása több lábon áll. Vannak számomra igen komoly plusz feladatok is, úgy látom, a tervezet szerint. Gondolok itt a képviselőtestület, a polgármester ruházza át a szolgálati, a szociális, valamint a piaci alapú bérlakás odaítélésével, a szerződés megkötésével kapcsolatos dolgokat. Azt is látjuk, hogy gyakorlatilag itt a közmeghallgatásokról is van egyfajta módosítási javaslat, egységesítés, azaz egy közmeghallgatást tartanánk, törvény eddig is egyet írt elő, ugyanakkor lehetőséget meghagyjuk magunknak arra, hogy azt hol tartjuk majd a jövőben. Összességében ez a rendelet módosítási javaslat, tehát elfogadásra kerül a bizottságok javaslat alapján is kerülhet. Valamint nagyon fontos még az alpolgármester asszonynak a fogadó ideje szerdán 13 órától 14.30-ig, ha jól látom, illetve egy másik szövegrészben az 1,7-szeres szorzó 2,2-szeres szorzóra módosul. További kérdés esetlegesen a módosítása, jegyző úr, parancsolj. Köszönöm, tehát még egy módosítás lenne. Igen. Tehát a bizottsági üléseken ez nem hangzott el, tehát egy negyedik szakasszal bővítenénk a SMS módosítását,
mely arról szólna, hogy az SMS harmadik melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Ez annyi változtatást jelent, hogy a szervezeti és működési szabályzat hármas melléklete, amely felsorolja a kormányzati funkciók szerinti besorolását az önkormányzat alaptevékenységeinek, ez módosulásra kerülne néhány esetben, részben amiatt, hogy az erről szóló kormányrendelet január 1-i hatálya változik. Itt bizonyos szövegbeli változások vannak, valamint áttekintettük osztályvezető asszonnyal, főleg ő elsődlegesen, tehát milyen alaptevékenységek, milyen funkciókat lát el az önkormányzat, és ezek pontosításra kerültek. Tehát ennyi további módosítás lenne a korábbi verzióhoz képest. Köszönöm szépen, az akkor mindenki láthatta ezt a kiegészítést. Ezt ki fogjuk adni, meg lesz. Kiosztásra, jó, rendben, köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, felvetés így egyben, ezen SMS módosításhoz kapcsolódóan. Amennyiben nincs, szavaznánk, aki támogatja a rendelet módosítását az elhozott formában, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igennel a képviselőtestület elfogadta a rendelet módosítást. Hatos napi rendi pontunk tárgyalására kerül sor. Erőterjesztés Vásárosnövény Város Önkormányzata képviselő testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szól 20/2011 7. hó 8 önkormányzati rendelet módosítására. Három bizottság tárgyalta ezen rendelet módosítási javaslatot. Kérjünk szépen sorban bizottsági véleményeket. 5 igennel elfogadásra javasoljuk a rendelet módosítást. Köszönöm szépen. Városfejlesztési bizottság. Bizottságunk 4 igen elfogadásra javasol a rendelet módosítást. Köszönöm, jogügyrendi és közbiztonsági bizottság véleményét. 4 igennel elfogadásra javasoljuk a rendelet módosítást. Köszönöm szépen. Ezen rendelet módosításra azért kerülhet sor, hiszen láthatjuk, hogy 8 éve nem foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel. A piac azt diktálja, hogy igazodnia kell az önkormányzatnak is a saját érdekeit szem előtt tartva valamilyen szinten, ha nem is teljes mértékben a piachoz, illetve olyan felújításokat hajtottunk végre az elmúlt időszakban, amelyek igénylik azt, hogy egyfajta nagyobb megbecsültséget is élvezzenek az ingatlanjaink, illetve a jövőben is tudjunk ilyen irányú felújításokat végezni. Az önkormányzati lakás szociális célú bérlése esetén a fizetendő lakbér mértéke összességében mintegy 30%-kal, az önkormányzati lakás költségelvű és szolgálati jellegű bérlése esetén a fizetendő lakbér mértéke kb. 50%-kal, míg a piaci célú bérlés esetén pedig 100%-kal növekedne a lakbér. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki támogatja a rendelet módosítását, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhang igen a rendelet módosítása ebben a formában megtörtént. Ugye a 7-est levettük, és akkor jön a eredetiben a 8-as, most már egy 7-es napi rendi pontként. Erőterjesztés a Vásárosnövény Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadására valamennyi bizottság véleményezte ezen anyagot. Kérném szépen a bizottsági véleményeket szintén sorban. 5 igennel elfogadásra javasoljuk a határozat tervezet alváltozatát. Köszönöm szépen, Éva. 5 igennel elfogadásra javasoljuk a határozat tervezet alváltozatát. Köszönöm szépen. Miklós. Mi is 4 igennel az alváltozatot támogattuk. Köszönöm szépen. A jogi bizottság pedig 3 igennel az A változat. 3-mal. Jó, köszönöm szépen. Tehát valamennyi bizottság az A változat támogatta. A jegyzőnek megadnám a szót, hiszen ő hitelesen tudja összefoglalni az elmúlt időszakot, pláne úgy, hogy ott van szembe vele járási hivatal vezető is, aki esetleg a hiányosságot vél felfedezni, akkor azt majd jelzi számunkra. Parancsolj, jegyző. Köszönöm szépen. Csak röviden, hát ha már hivatal vezető úr megszólítottatok a első körben, igen, akkor neki is megköszönöm a munkáját, tehát a közös önkormányzati hivatalnál a korábban végzett munkáját, tehát az, hogy mondjuk ilyen szinten vagy színvonalon tudunk dolgozni, az mindenképpen köszönet illeti őt is, illetve valamennyi dolgozónak köszönöm a 2019. évi munkáját. Nem volt kevés a munka, nagyon sok feladat volt. Én úgy gondolom, hogy magas szakmai színvonalon sikerült ezt a feladatot ellátni. Én továbbra is legalább ilyen szintű munkavégzést várok el, ha még lehet, akkor ezen még próbálunk tovább emelni.
beleértve a saját és minden dolgozónak a munkáját, tevékenységét. Szeretnénk a képviselőtestületnek is minél több, minél hatékonyabb és minél nagyobb segítséget nyújtani a munkájukhoz, illetve hát természetesen a vásárosnaményi lakosok számára is minél nagyobb megelégedéssel tudjuk végezni a munkánkat, a feladatunkat. Ezzel kapcsolatban jövőre vonatkozóan biztos, hogy lesznek változások. Hivatalon belül is minimális átszervezések a feladatokkal, a személyekkel kapcsolatban, illetve hát a jelenleg az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat, illetve törvényjavaslatok már előre vetítik azt, hogy változni fog itt a járási hivatal és az önkormányzatok közötti munka megosztás. Tehát várhatóan az önkormányzathoz is kerül valamennyi feladat majd a járási hivataltól, de elsődlegesen a járási hivatalhoz fog majd több feladat kerülni. Hát a legnagyobb falat majd e tekintetben a építésügyi hatósági feladatkör lesz. Ez a törvényjavaslat még nincs elfogadva, de amennyiben ez elfogadásra kerül, az azt jelenti, hogy jövő év, hát nem a legelejétől, várhatóan március vagy áprilistól, az építésügyi hatósági feladatot a vásárosnemény járási hivatal fogja ellátni városunk tekintetében is. Hát megpróbálunk majd erre is úgy felkészülni, hogy a lehető legkisebb zökkenőkkel történjen ez az átállás. Hát körülbelül ennyit szerettem volna, nagyon mélyen nem szeretnék belemenni, szerintem elég alapos anyag került a képviselőtestület elé, de természetesen, hogyha bármilyen kérdés, észrevétel, hozzászólás van, akkor azt szívesen várom, illetve bármilyen jellegű a tevékenységünket illető észrevétel vagy kritika az év folyamán, illetve most is, tehát nagyon szívesen várjuk, látjuk, és amit lehet, akkor azt természetesen a pozitív dolgokat próbáljuk majd beépíteni a munkánkba. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kérdés van-e az elhangzottakkal, leírtakkal kapcsolatosan? Képviselő parancsol, Jürgen Csabának adom meg a szót. Tisztelt képviselőtestület, pontosan ehhez szeretnék kérdést föltenni, ez a építésügyi hatósági áthelyezéshez. Mi lesz a dolgozókkal? Várhatóan, tehát a törvényjavaslat szerint a járási hivatal át fogja venni a dolgozóinkat. Teljes tehát nem csak a teljes. Hát várhatóan igen. Reményeink szerint igen. Azért nehéz erre vonatkozom most mit mondani, mert egyrészt a törvényjavaslat sincs elfogadva, illetve hát az ezzel kapcsolatos részletszabályokat meg még igazából nem ismerjük. Hát én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy a járási hivatal ezt a feladatot teljes körön el tudja látni, kénytelen lesz átvenni a teljes dolgozói létszámot. De még egyszer mondom, ebben biztosat azért nem tudunk, de máshogy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy fogja tudni ellátni ezt a feladatot, ha nem veszi át az állományt. Jó, hát én erre tennék javaslatot, hogy a önkormányzat részéről próbáljunk meg mindent elkövetni, hogy a teljes dolgozói létszám megmaradhasson. Én azt gondolom, én ismerem az ő munkájukat elég régen, én azt gondolom, hogy egyrészt ugye az önkormányzatokon túli munka ez, mert térségi feladat és az építésügyi hatósági ügyek azok nem elsősorban a önkormányzati területhez kapcsolódnak, hanem igazgatási területhez, de hát úgy lenne, szerintem úgy lenne továbbra is hatékony ez a munka, hogyha a teljes létszámot át tudná venni a járási hivatal. Ebben azt gondolom, hogy nem kellene spórolási szempontokat figyelembe venni. A meglévő, jól működő létszámot kellene tovább vinniük. Én azt kezdeményezem, hogy ebben mi kövessünk el mindent. Én ismerem legalábbis a tervezetnek azt a részét, hogy ingyen és bérmentve kell minden eszközt is, helyiséget is. Pénz, igen. Na most ennek fejében azért annyi alkupozíciónk lehet, vagy tárgyalási pozíciónk lehet, hogy akkor viszont a teljes létszámot vigyék át, mert az a iroda az így komplett, a teljesítménye is így várható el majd. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Éva, parancsolj. Szeretnék mondani, ami bizottsági ülésünkön is elhangzott, hogy a beszámoló egy átfogó, korrekt és szakmai tényeken alapuló. Köszönjük szépen, és köszönjük a testület munkájának a segítését. Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, nagyon röviden, amit Helyezi úr bizottsági ülésen elmondott, ezt fölírtam magamnak. Két nagyon fontos terület van. Egyik ugye a képviselőtestület kiszolgálása, szó szerint is, és ebben minden benne van, ezt külön köszönjük.
úgy az előző időszakban, mint most, valamint a lakosságigények magas szintű ellátása, és ehhez pontosan kapcsolódik az is, amit Jutner Csaba képviselő mondott, hiszen valamennyi osztály, valamennyi csoport odafigyelt a lakosságra, és nem csak a vásáros növényekre, hiszen tudjuk azt, hogy különösen építés ügyben azért a környező településekre járásról is már ugye ide tartoztak feladatok, és mi is azon leszünk, hogy senkinek sem szabad, hogy sérüljenek az érdekei. Tudjuk azt, hogy az érintettek között van olyan, aki az egész életét szinte itt dolgozta le a Városházán, úgyhogy hát, ha csak az irodának a neve változik majd, de ezt majd a rendszer ezt meg fogja bizonyára oldani, de ezt mi is mindenképpen szem előtt tartjuk. Én a beszámolót köszönöm. Úgy hiszem, hogy egy olyan hivatal állt össze itt Vásárosnaimban, amelynek a alkalmazottai dolgozói szakmailag felkészültek. Azért szóljunk arra is, hogy két nagyon komoly választást és még pluszban kapott ez a kis közösség, és a törvényességet szem előtt tartva jártak el ezen a területen is. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy egy közös hivatalt cipelünk a hátunkon, hiszen mindig elmondom, hogy nálunk olyan, hogy polgármesteri hivatal nincs, hiába sokan úgy gondolják, hogy ma én voltam a polgármesteri hivatalban, ugye ez most már közös hivatalként funkcionál, és jegyző úrral a múlt héten ilyenkor éppen Visegrádon vettünk részt a Kisvárosok Szövetsége konferenciáján, ahol Lipők Sándor Kemecse polgármesterre újra bizalmat kapott, és 43 szavazó volt jelen, és 43 igennel támogatták őt. És nagyon fontos, hiszen politikai holtartozás nélkül mindenki számára fontos az, hogy a Kisvárosok Szövetsége, és ezáltal a kisvárosok működjenek, hiszen a kisvárosok most kerülhetnek ebben az időszakban, a 20-as, 21-es évben a kisvárosi programok kapcsán előtérbe. Ez számunkra nagyon fontos. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy lesz feladat bőven, és erre a szakmai stábra nagyon komoly és nagyon nagy feladat hárul a jövőben is, és csak azt mondhatjuk valamennyiünk nevében el, hogy köszönjük, és így tovább ezzel a töretlen hozzáállással is, és szakmaisággal. Ennek a kisvárosnak is itt a szomszédos településekre is elmondhatjuk, hogy van jövője, ugyanakkor ezen a megbeszélésen elhangzott, hogy azért az, hogy olcsó is Jánd is hozzánk tartozik, az inkább plusz teher és plusz feladat. Azt is tudjuk, hogy a két település azért jelentős összeggel tartozik még mindig városunknak, és ezt nagyon nehéz lesz behajtani, ha egyáltalán lesz rá lehetőség és mód. Mi megértjük mindenkinek a nehézségét, a működési problémákat, de azt is látni kell, hogy nekünk azért Vásárosnami lakossága az első. Még egyszer köszönöm a hivatal apparátusának a munkáját, és további eredményes munkát kívánok valamennyiünk nevében. Aki a A-változatot támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú igennel elfogadtuk a beszámolót. 8-as napi rendi pont. Tekintsünk előre, előterjesztés a képviselőtestület 2020. évi munkatervének elfogadására. Valamennyi bizottság tárgyalta ezen előterjesztést, haladjunk sorban. Pénzügyi bizottság. 5 igennel elfogadásra javasoljuk az A-változatot. Köszönöm szépen, Laci. Elfogadásra javasoljuk 5 igennel az A-változatot. Köszönöm szépen. A határozati javaslat A-változatát 4 igennel támogatta a bizottság. Köszönöm szépen. Az A-változatot 4 igennel elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. A munkatervből kitűnik, hogy a 2020-as esztendőre is 11 testületülést tervezünk, augusztus hónapban pedig ülésszünetet szeretnénk. Nyilván ezt felírhatják azok a rendkívüli ülések, amelyek közbe jöhetnek, illetve látjuk és azt is rugalmasan kezeljük majd, hogy ugye júliusra elviekben két napi rendi pontot terveztünk be. Ha ezt tudjuk rugalmasan kezelni, akkor azt úgy tesszük majd. De nyilván a rendkívülések, pontosan a közbeszerzések, a pályázók kapcsán azok majd bekerülhetnek, de hát ugye ez egy terv. Kérdés van-e leírtakkal kapcsolatban? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki támogatja a határozati javaslat A-változatát kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú igennel a munkaterv javaslatunkat is elfogadtuk, és tovább haladunk a 9-es napi rendi pont tárgyalására kerül sor. Erőterjesztés a vásárosnövényi roma nemzetiségi önkormányzat részére történő többlettámogatás megállapítására. A pénzügyi bizottság véleményét kérném szépen, tárgyalta ezen anyagot? Így van, a pénzügyi bizottság a B-változatot javasolja elfogadni 5 igennel. Köszönöm szépen. Kérdés van-e ezzel kapcsolatosan?
Jó étvágyat kívánok, közben nyugodtan bontsátok meg. Hozzászólás van-e? Röviden a tárgyalagosság kedvéért a újjá alakult Roma Nemzetiség Önkormányzat elnöke, Balogh Zoltán elnök úr azzal a kérelemmel fordult a tisztelt képviselőtestülethez, hogy 500 000 forint összegű többlettámogatás iránti kérelmét kifejezze irányunkban. Ez számunkra nagyon megtisztelő, hiszen kitől kérhetne a Roma Nemzetiség Önkormányzat egy kis forrást, ha nem tőlünk. Én úgy hiszem, hogy mi sem kértünk az idén senkitől már, pluszban abból gazdálkodtunk, amink van. Nyilván szem előtt tartjuk mindazt, hogy szeretnének a rászoruló roma családoknak 2000 forint családonként értékű élelmiszercsomaggal kedveskedni, ugyanakkor úgy hiszem, hogy a 64 év fölöttiek támogatásában nagyon sok roma származású vásárosnövény is szerepel, tehát egyfajta átfedés itt van a kettő között. Ugyanakkor én nem is ragoznám ezt a szót, hiszen van egy szakbizottsági vélemény, és ezt szavazhatnám. Ki az, aki támogatja a B változatot, a bizottsági véleményt? Köszönöm szépen. A képviselőtestület jó egészséget kíván a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, és azt kívánhatjuk nekik, hogy a jövőben, amikor újraindul a 2020-as év, akkor a tervezésnél azért arra is kell gondolni, bár most ugye volt egy választás, hogy azért van december is. Tovább haladunk. A 10-es napirendi pont tárgyalására kerül sor, előterjesztés a Beregtöt társulási megállapodásának módosítására. A Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményét kérném szépen. A Jogi Ügyrendi Bizottság véleményezte ezen anyagot. 4 igennel elfogadásra javasoljuk a határozatot. Köszönöm szépen. Ezen anyagból kitűnik, hogy nagyon sokan emlékeznek még, hiszen nagyon sokan az előző képviselőtestületnek is tagjai voltak, ugyanakkor Laci és külső bizottsági tagként szembesült ezzel a kérdéskörrel, líder munkaszervezetvezetőként még tisztában van a térség helyzetével. Megmondom őszintén, hogy részben örömmel, részben pedig egy kicsit visszautalva arra, hogy mi akkor is ezt tanácsoltuk, hogy fontos mindenki a kilépési szándékát. Az idő minket igazolt, és úgy hiszem, hogy ez a folyamat még nem ért véget, ne legyen igazam, de azzal, hogy Beregsúlyán és Beregdarósz jelezte azt, hogy a Beregtöt útján kívánja a jövőben ellátni a család és gyermekjogi szolgáltatót érintő feladatait, ez mindenképpen azt jelenti, hogy valamiféle elmozdulás van. Ennek oka nyilván az, hogy mindkét település kiválik a tarpai közös önkormányzati hivatalból, ugyanakkor ezt a feladatot kötelező ellátniuk. Ezen esetben Beregsúrány községnek, mint Gesztor községnek lesz a feladata ezt biztosítani, és mivel Beregdarócz hozzájuk tartozik, így mindkét településen gyakorlatilag a Beregtöt látná ezen feladatokat. Röviden ez az előterjesztés erről szól. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igennel visszafogadtuk a két beregi települést. 11-es napirendi pontunk következik, előterjesztés a 2020. évi éves és összefoglaló éves belső ellenőrzési terv elfogadására. A pénzügyi bizottság véleményét kérném szépen. Bizottságunk 5 igennel elfogadással javasolja a határozott javaslatába ehhez jóját. Köszönöm. Az anyagból kitűnik, hogy a Beregtöt KFI belső ellenőre látja el azokat a feladatokat, amelyek a belső ellenőrzéssel kapcsolatosak. A kistérségben vásárosnövény esetében ebben az esztendőben, és jövő esztendőben 2020-ban a 6-os pontban, illetve ha jól emlékszem a 12-es pontban kerülne sor vizsgálatra. A 6-os pontban a vertikális operatív gazdálkodást vizsgálná, míg a 12-esben pedig a belső kontrollrendszer értékelését, kiemelt figyelemmel a fejóver rendszer működésére, a többi esetben pedig a társult településeken végezne vizsgálatokat a belső ellenőrünk. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki támogatja a határozati javaslat A változatát, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. A képviselőtestület elfogadta az A változatot, és eredményes munkát kívánunk. 12-es napirendi pontunk tárgyalására kerül sor. Előterjesztés kábítószerügyi egyezhető fórum, röviden KEF megalakítására.
Három bizottság tárgyalta, kérném szépen sorban a bizottsági véleményeket. Először a jogi ügyrendi és közbiztonsági bizottság véleményét. Az A változatot 4 igennel elfogadásra javasoljuk. A 4-es pontban az önkormányzat részéről kapcsolattartónak dr. Molnár Erzsébetet jelöli ki. Köszönöm szépen. Városfejlesztési és üzemeltetési bizottság. Bizottságunk is 4 igennel támogatja a határozati javaslat A változatát. Köszönöm szépen. Szociális egészségügyi és művelődési bizottság. A határozat tervezett A változatát támogatjuk 5 igennel, és mi is elfogadtuk, hogy ki legyen kijelölve az önkormányzat részéről képviselőnek. Köszönöm szépen. Az előterjesztés röviden arról szól, hogy a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról szóló 2013-2020-as 80/2003-16-os OG határozat konkrét céljai között szerepel a kábítószerügyi egyeztető fórumok helyi szerepvállásának és koordinációs tevékenységének erősítése. E kapcsán született ez a javaslat, miszerint Vásárosnaimban, mint járászékhely településen is jön létre ez a fórum, és a megkeresésekből kifolyólag a határozati javaslatban is szerepel, hogy a visszajelzések kapcsán a 2-es pont A pont Vásárosnaimváros önkormányzata, B. Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal Vásárosnaim járási hivatala, C. Beregtöt KFI, D. Egészségfejlesztési iroda Vásárosnaim, E. Vásárosnaim rendőrkapitányság, F. Vásárosnaim védelmi szolgálat, G. Kisvárdai tankerítő központ lenne ennek a KEF-nek az alapító tagja. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ehhez a fórumhoz ne lehessen majd csatlakozni. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan a határozati javaslatban foglaltakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki a határozati javaslat A változatát támogatja, azzal a kiegészítéssel együttesen, miszerint az önkormányzat részéről kapcsolattartónak dr. Molnár Erzsébetet jelöljük ki. Kérem kész felemeléssel jelezzétek. Köszönöm szépen. Ezzel a megalakítási folyamat megtörtént, és tovább haladunk a 13-as napirendi pontunkkal. Előterjesztés a VP6 7217412-16 kódszámú Vásárosnaim egyes földterületi útjainak infrastruktúrális fejlesztése című pájázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet megelőlegezésére. A pénzügyi bizottság véleményét kérném szépen. A bizottság működikennel elfogadásra javasolja a határozott javaslatot, és itt a 2-es pontban pedig az önerőmértékét. Jó. Jelöljük meg. Igen, 29.598.864, mint ahogy erről a szervezeti asszonnyal a ülés előtt egyeztettünk. Tehát 29.598.864 forint lenne a megelőlegezendő összeg. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Ugye az előterjesztésből is kiderül, hogy ez az összeg megelőlegezésre kerülne, és gyakorlatilag ez a pályázati forrás visszakerül majd hozzánk a Magyar Államkincstártól a végleges elszámoláskor, ha jól tudom. Kérdés van-e ezzel kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. 14-es napi rendi pont tárgyalására kerül sor. Előterjesztés a TOP 212-15-SB1-2017-40 azonosító számú a Vásárosnaim 5-ös kúria és környezetének rekonstrukciója című projekt építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatalára. A pénzügyi bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezte ezen anyagot. Kérem szépen Szőlősi Lászlótól a bizottsági 5 igennel elfogadásra javasolja határozott javaslatot. Köszönöm szépen. Miklós. Bizottságunk 4 igennel elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Az előterjesztésből kitűnik, hogy két ajánlat érkezett be, 5 ajánlattevőt kértünk föl. A B. Épszolg és a Demeter Aranycset nyújtotta be az ajánlatát, a kettő közül pedig a B. Épszolg nyújtotta be a kedvezőbbet. A 3-as pontból egyértelműen kitűnik, hogy átcsoportosítások kapcsán 11.347.708 forint kerülne átcsoportosításra, míg
a B pontban, a 3-as B pontban a fennmaradó bruttó 22.576.278 forint fedezetére az önkormányzat többlettámogatási igényt nyújt majd be a Magyar Államkincstárhoz. A C pontban pedig arra az esetre, ami reményeim szerint nem következik be, ha nem kapnánk meg ezt a támogatást, akkor az önkormányzat biztosítja a fedezetet a 2020. évi költségvetéséből. Megnyugtatásképpen mindenképpen szeretném azt elmondani, hogy kedden a megyei közgyűlés ülésezett, kihelyezett ülésünk volt Újfehértón, és ez most már nem példanélküli, hogy többletforrások benyújtására kerül sor, hiszen itt is láthatjuk, hogy ezek is 2017-es pályázatok. Az elmúlt megyei közgyűlési ülésünkön is 5 település kérte és kapta meg 1-2-3, igen, ezeket a többlettámogatási igényeket, és én nagyon bízom abban, hogy a mi esetünkben is ez megtörténik. Nyilván ezt akkor tudjuk benyújtani, hogyha erről már megvan a határozatunk. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki támogatja a határozati javaslatban leírtakat, kérem kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egyértelmű és egyhangú döntés született. Következik a 15-ös napi rendi pont. Ugyanezen projekt. TOP 212 15SB1 2017-40 azonosító számú a Vásárosnemény 5-ös kúrja és környezetének rekonstrukciója, útfelújítás és gyalogútépítés című projekt építési beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatalára. Szintén két bizottság tárgyalta ezen előterjesztést, először a pénzügyi, majd a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményét kérném szépen. A bizottság munkat igen elfogadásra javasolja a határozat tervezet. Köszönöm. A határozati javaslatot 4 igen elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Ezen előterjesztésből is kitűnik, hogy 5 ajánlattevő részére kiküldve az anyagot, 1 ajánlat érkezett be. Az Ekospektrum Kft. Nyújtotta be a ajánlatát. Így a bizottságok is érvényesnek és elfogadhatónak tartják az ajánlatokat. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú igen a képviselőtestület támogatta a határozati javaslatban foglaltakat, és tovább haladunk a 16-os napi rendi pont tárgyalásával. Még egy topos projekt, TOP 512-15-SB1 2016-2-es azonosító számú Vásárosnemény és térsége helyi foglalkoztatási paktum című pályázathoz önerő biztosítása. A pénzügyi bizottság véleményezte ezen anyagot. Kérném szépen a bizottsági véleményt. Bizottságunk igen elfogadásra javasolja határozott javaslatot. Köszönöm szépen. Ugye ebben az esetben nem egyszerű a helyzetünk, hiszen egy olyan anyagot kaptunk, amely kapcsán igaz, hogy 3 esztendőre lebontva, de mintegy 13,5 millió forintot fizetnünk kell egy olyan dolog miatt, amit eleinte vitattunk, aztán a fellebbezés kapcsán be kellett látnunk, hogy ezzel a kérdéskörrel nem tudunk mit tenni. Kiosztásra és elküldésre került az a verzió az előterjesztésnek, amely már az elkészült dokumentumokat is tartalmazza. Ha jól hallottam, bizottságokon ez fölmerült, hogy milyen dokumentumok készültek el, ezeket meg lehet tekinteni bármikor. Ugyanakkor a nem egyértelmű kiírásból adódik az, miszerint a felhívás nem jelezte, hogy ezek kizárólagosan az előkészítési költségek között számolhatók el, ezek a költségek. Így mi úgy véltük ezt, hogy ez a 13.750.000 forint elszámolható lesz. Ugyanakkor a projektelem nem elszámhatóságáról, csak a megvalósítási szakaszban szereztünk tudomást. Ez valamilyen szinten nem korrekt, ugyanakkor azt is látjuk, hogy ha és amennyiben ezen fizetési kötelezettségnek nem teszünk eleget, akkor ez a teljes összeg visszafizetését eredményezni. Ebben az esetben pedig 240 millió forintról lenne szó. Ha most az arányokat tekintjük, nyilván más az ember szája íze, ha úgy indul el, hogy van egy 5-6%-os önerő, azt be kell fizetned, és akkor a projekt megvalósul, mint amikor már a végén járunk, és látjuk azt, hogy a paktum kapcsán, amely kapcsán ki kell emeljük, hogy a helyi és a környékbeli
kis- és középvállalkozások, vállalkozók kerülhettek helyzetbe. Konkrétan eddig 38 cég kapott támogatást, és 52 főre tudtunk ezen projektből támogatást biztosítani. Akkor ez az 5-6%-os önerő eltörpül, ugyanakkor az számunkra sem öröm, hogy ezt 3 év alatt úgymond nekünk kell majd befizetnünk, de ezzel megmondom őszintén, hogy most nem tudunk már mit kezdeni. Kérdés van-e a leírtakkal és az elhangzottakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Képviselő, parancsolj! A bizottsági ülésen megszavaztam, most is meg fogom szavazni, hogy ezt a költséget az önkormányzat vállalja. Ugyanakkor arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pályázatok előkészítésénél, a pályázatok benyújtása előtt, hát az a szakmai stáb, aki ezekkel a pályázatok készítésével foglalkozik, az alaposabb legyen, mert számomra egyértelmű, hogy itt a pályázatkészítők hibát követtek el, mert ezek a munkák, amik előkészítési, tervezési, megvalósíthatósági tanulmány készítési munkák, ezek minden pályázatban az előkészítő fázishoz kapcsolódnak, értelemszerűen, mert nyilván ahhoz, hogy egy megvalósulás elkezdődjön, ahhoz kellenek ezek az előzetes anyagok, és hogyha a pályázat készítő azokon a rovatokon szerepelteti, az előkészítés elszámolható költségeik között szerepelteti ezeket a költségeket, akkor most nem kellene önerőből ezt finanszírozni. Az Európai Uniós források szinte valamennyiében az előkészítés költségei bizonyos mértékig, van, ahol teljes egészében, van, ahol csak valamilyen arányban, de elszámolhatóak. Tehát még egyszer, valóban nincs mit ezzel kezdeni, ezzel a kérdéssel, annyit lehet, nyilván a 240 millió forintos támogatást nem szabad elveszíteni amiatt, mert ez az összeg, ez most nem kerül a támogató részéről finanszírozásra, de a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ez szakmai hiba a pályázatkészítők részéről, ennek ilyen módon nem kellett volna bekövetkezni, hogyha ők alaposabban körültekintőben készítik elő a pályázatot. Köszönöm szépen. További hozzászólás van-e? Kérdés, hozzászólás nincs. Kiegészítés bárki részéről? Köszönöm szépen. Ugye itt a kettes pontból kitűnik, hogy a 2019, 2020 és a 2021. évi költségvetésünket terhelni ezen összegnek a befizetése. Amennyiben további hozzászólás nincs, megfontolva az elhangzottakat, kérem az érintettek részéről, hogy ezt mindenképpen fontolják meg, és pontosan körültekintően járjunk el a jövőben, és aki támogatja a hatályozott javaslatot, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egy hangú generál képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatban foglaltakat, és tovább haladunk a 17-es napirendi pontunk tárgyalásával. Erőterjesztés, vásárosnemény, belterület 2887/35, helyrezi számú, kivett, beépítetlen terület, megnevezésű 78 négyzetméter nagyságú ingatlan értékesítésére. Két bizottság tárgyalta ezen anyagod, a pénzügyi bizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság. Kérném szépen a bizottsági véleményeket, először a pénzügyit. Bizottságunk kötigennel elfogadásra javasolja a határozott javaslatát, jóját, változatát. Köszönöm szépen, Miklós, Városfejlesztési bizottságunk 4 igennel az A változatot támogatta, és a kettes pontban 200 000 forint, mivel annyit ajánlott a vevő, javasoljuk, hogy fogadjuk el. Köszönöm szépen. Az előterjesztésből kitűnik, hogy Nagy Jenő László, Hajdubagos sportutca 11 számát lakos, írásban kérelmezte, hogy a Vásárosnémi Város önkormányzata tulajdonát képező 2887/35-ös helyi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű 78 négyzetméter nagyságú ingatlant szeretné megvásárolni, és erre ő 200 000 forintot ajánlott föl. A bizottságok megvizsgálták ezt a kérdést, és támogatják a vétel, illetve a részünkre az eladási szándékot. Ugyanakkor az is elhangzott, és ezt elnök úr is meg tudja erősíteni, hogy egy alapos körüljárást is igényel majd ez a dolog a jövőben a bizottság tagjai részéről, hogy Gergely Gonyán nézzük meg pontosan, hogyan alakulnak a telekhatárok, illetve ha jól tudom, szó esett arról is, hogy rengeteg a veszélyes fa, amelyekre oda kell figyelni, míg nem lesz ebből komolyabb gond és esetlegesen tragédia.
Kérdés van a leírtakhoz kapcsolódóan? Hozzászólás van? Parancsolj, képviselő úr. Az eladást nyilván támogatni kell, ilyen áron. Amit én felvetettem bizottsági ülésen, azt szeretném röviden megismételni. A korábbi időszakban elkészült egy olyan tervezet a tiszaparti telkekkel kapcsolatosan, ami azt jelentette volna, hogy azokat az épületek közötti nagyon pici önkormányzati területeket, azokat akár térítésmentesen is föl kellene ajánlani a tulajdonosoknak. Ez valamikor elkezdődött ez a munka, aztán ez nem ment végig, de továbbra is javasolnám ennek a megfrissítését, mert semmi fajta érdeke nincs az önkormányzatnak abban, hogy mondjuk két épület közötti másfél-két méteres földsáv vagy földrészlet az önkormányzat tulajdonában maradjon, az összes terhével, a takarítási, a gaz eltüntetése, stb. Tehát sokkal célszerűbb lenne, hogyha ez a magántulajdonosok tulajdonába kerülne. Sajnálatos, hogy a 90-es előtti időkben az akkori telekalakítások azok úgy történtek, hogy maga az épület és egy méteres sáv, amit kimértek, a két épület közötti pár méter az meg visszamaradt a akkori tanácsnak, meg az önkormányzatnak. Most nyilván az önkormányzat meg nem biztos, hogy oda tud érni állandóan füvet nyírni, letakarítani azt a sokszor rendetlen állapotot, ezért célszerű lenne ezt elajándékozni. Adott esetben ennek a telekalakítási vázlata, vagy vázrajza, ez biztos, hogy benn van a Városházán, mert abban az időben elindult ez a folyamat. Én javasolnám, hogy ezt elő kellene venni, és meg kellene próbálni ezt végigvinni, nyilván azon tulajdonosoknál, akik hajlandóak ezeket a területeket átvenni. Köszönöm szépen, magam is támogatom az elhangzatokat. Miklós így pontosan erre tettek javaslatot, hogy ezt mindenképpen elő kell venni, meg kell nézni, hiszen valóban, ahogy mondod, Csaba, ebből nekünk csak gondunk van. Tehát ez csak problémát okoz nekünk. Így van. Meg az, hogyha esetleg pont abban azon a kis területen van egy fa, onnan dől ki, onnan kezdve mindenképpen a mi felelősségünk lesz. Ezt mindenképpen a kormányzó úr, ezt jegyezzük föl, és erre odafigyelünk. További hozzászólás, kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kiegészítve a 200.000 forintos vételára, készfelemeléssel jelez. A változat. Köszönöm szépen. És tovább haladunk a 18-as napi rendi pontunkkal. Előterjesztés Vásárosnémi Szabadságtér 34 szám alatti 270 négyzetméter alapterületű, Tancukrászda megnevezésű ingatlanból 138 négyzetméter nagyságú üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötésére. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezte. A határozati javaslat A változatát 4 igennel támogatta a bizottság. Köszönöm szépen. Ahogy az előterjesztésből kitűnik, a Lina Basa Kft. BT szeretné a jövőben ezt a helyiséget továbbvinni, határozott időre szóló szerződése volt eddig, a bérleti díj pedig 364.624 forint. Javaslat szerint kettes pont 2020. január 1-től 2021. december 31-ig. Nyilván itt a kaucióról is szól a határozott javaslat. Kérdés van-e a leírtakkal kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk. Aki a határozott javaslat A változatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú igennel a képviselőtestület elfogadta a határozott javaslatban foglaltakat, és tovább haladunk a 19-es napi rendi pont tárgyalásával. Előterjesztés a Vásárosnemény Szabadságtér 7 szám alatti 90,36% négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására, szintén a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tárgyalta ezen anyagot. Kérem szépen, elnök úr, a bizottság véleményt. Bizottságunk 4 igennel támogatta a határozati javaslatot.
Köszönöm. A bizottság ülésezett, és ez az ülésen megállapította a nyertes ajánlattevő a Beruág Kft. 4803 vásáros nemény iskolút 61. A bérleti díj 178 ezer forint per hó. December 13-ától 2024. december 12. napjáig 5 éves határozott időtartamra szól a szerződés a kaucióval egybekötve. Kérdés van-e a határozati javaslattal kapcsolatosan, az előterjesztéssel kapcsolatosan a tisztelt képviselőtestület részéről? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki támogatja a határozati javaslatban fogadtakat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangú igennel a képviselőtestület támogatta a leírtakat és elfogadta a határozati javaslatot. 20-as napi rendi pont tárgyalására kerül sor. Erőterjesztés a vásáros nemény Szabadságtér 33 földszint 10 szám alatti 38 négyzetméter alapterületű üzlethelyiség bérleti jogának átruházására. Volt már ugye erre is példa korábbi időszakban. Városfejlesztési és üzemeltetési bizottságot kérném szépen. Elnök úr, a bizottsági vélemény. Bizottságunk a határozati javaslat A változatát 4 igennel támogatta. Köszönöm szépen. Az előterjesztés röviden arról szól, hogy Kovács Tibor egyéni vállalkozó kérte, hogy fia Kovács Gábor a Kovács Mihály üzemeltetőjére átruházná ezen üzemeltetési jogot, ezen bérleti jogot, és gyakorlatilag ezzel foglalkozik a határozati javaslat A változata. Bizottság támogatta. Kérdés van-e ezzel kapcsolatosan? Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, szavaznánk, aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, és az A változat mellett foglal állást, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. A képviselőtestület támogatta az A változatot. 21-es napi rendi pont, egy tájékoztató. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési nyilvántartási feladatok ellátásáról. Megadnám a szót Szücsegnyi Magocs Edithnek, a jogi rendi és közbiztonsági bizottság elnökének. 4 igennel jóvá hagytuk a tájékoztatót. Köszönöm szépen. Kérdés van-e ezzel kapcsolatosan? Hozzászólás nincs. Aki a tudomásul vételről jelez irányomba, azt köszönettel veszem. Köszönöm szépen. És elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz, de ezzel még nem lesz vége a mai napnak. 22-es napi rendi pont előterjesztés, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap startmunkaprogram kiadási előirányzatának terhére indított 2020. évi startmunkaprogramban való részvételre. Ez egy véleménynyilvánítás, nem tudom, hogy bizottságok tárgyalták-e ezen anyagot, jegyző úr? Ez mikor került ki össze? Volt, Miki? A városfejlesztési. Városfejlesztési, igen. Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot 4 igennel támogattuk. Köszönöm szépen. Kérdés van a leírtakkal kapcsolatosan, hogy itt csak arról szó legyen, jövőre ez egy szándéknyilatkozat végül, hogy vállaljuk azt, hogy részt fogunk venni jövőre is a start munkaprogramokban. Erről kell egy döntést hoznunk, egy határozat formájában. Ki az, aki támogatja ezt? Köszönöm szépen. Egyebek címszó alatt kérném szépen, hogy akinek felvetés a javaslata van, azt most nyugodtan megteheti, de jelzem, hogy 4 órától ugyanezt irányunkban is majd a lakosság. Aki érdeklődik, megteszi. Parancsolat. Képviselő parancsolat. Két dolgot szeretnék felvetni. A temető környékén ugye elkészültek az új parkolók. Úgy tűnik, hogy az ipari övezet körüli útberuházás is a végéhez közeledik. Hát én egy gyors egyeztetést kezdeményeznék. Tehát én nekem nagyon hiányzik, most, hogy a parkolókot kialakításra kerültek a temetői parkolókból, a világítás. Lehet, hogy ez nyilván korábban is felvethető lett volna akár részemről is, hogyha ott térburkolatozás megy, akkor próbáljuk már megnézni, hogy hogy lehet ott világítást kialakítani. De igazából ez a halottak napi temetői látogatásnál hát tűnt föl, hogy olyan sötét volt, hogy azt se tudtuk, hogy kinek köszönünk, mert egyszerűen nem láttuk a szembejövőt. És akkor jutott eszembe, hogy talán célszerű lett volna egyben ezt a beruházást megcsinálni. Most, hogy a világítás a másik oldalon elmegy,
Szerintem most nem lenne már olyan nagy költség a temetői parkoló kivilágítása, mert az út másik oldaláról kellene áthozni. És ha esetleg netántán az a kivitelező cég, aki ezt az útberuházást csinálja, föl tudna ajánlani egy olyan jellegű segítséget az önkormányzatnak, hogy ebben a munkában segít tevőlegesen, akkor elképzelhető, hogy még forrást is lehetne kímélni. Ez lenne az egyik felvetésem. A másik, ugye a városban most már közbeszéd tárgya a Szabadságtér Rákóczi út kereszteződésben ennek a körforgalomnak a kialakítása. Én javasolnám és tanácsolnám, hogy ebben egy olyan nyilvános lakossági fórumot érdemes lenne összehívni, kezdeményezni, ami esetleg a TV nyilvánosságát is eléri, és ebben egy olyan tájékoztatást adni, hogy ne legyen amolyan változat a lakosság, mint... Hogy? Nincs is, egy verzió. Én azt tudom, nem nálunk van több verzió, hanem a kinn a város lakosságánál. Tehát szerintem nem kerülne a sokba, a sok energiába egy ilyen lakossági tájékoztatás kezdeményezése, mert nyilván azért én tegnap előtt ismertem meg legalábbis valamennyire azt a tervet, ami ezzel kapcsolatosan előzetesen elkészült. Lesznek ott olyan jellegű változások, amelyek a város lakosságát érintik. Elsősorban arra hívnám fel a figyelmet, hogy ahogy én kivettem a tervrajzok elkészült előzetes tervekből, nagyon komoly problémát látok abban, hogy parkolók szűnnek meg a belvárosi centrumban, és valahogy ezt az önkormányzatnak egy időben le kellene követni, hogy mire ez a körforgalom ténylegesen elkészül, addigra legyenek parkolók, mert a tervezet szerint most nagyon sok parkoló megszűnik a városcentrumban, és egyszerűen én magam nem értek hozzá, de nem látok esélyt arra, hogy hol is álljanak meg egyébként. A gimnázium felé sem lehet ők menniük, a bank környéke az biztos, hogy be fog dugulni, a Rákóczi út az iskolai kezdéskor, záráskor teljesen zsúfolt. Tehát ezt valahogy, hogy mondjam, komplexen kellene kezelni ennek a problémáját, mert igaz, hogy egyik oldalon megvalósulhat egy beruházás, ami mondjuk könnyebbé teszi az átmenő forgalmat, de a másik oldalon meg problémát jelent, hogy majd mindenki elkezd parkolót keresgélni. Tehát ebben én célszerűnek tartanám egy lakossági tájékoztatást, és fölvázolni, hogy egyáltalán az önkormányzat hogy képzeli ennek a dolgát. És még egyet, ha már ide tartozik, feltétlenül szükségesnek tartom, nem tudom, hogy még milyen források állnak erre rendelkezésre, jobban mondva azt látom, hogy egyre inkább ugye elfogy a mostani ciklusi EU-s pénz, de mindenféleképpen egy legalább egy első ütemű elkerülő útnak a projektjét ebben a ciklusban meg kellene tudni valósítani, mert attól tartok, hogy ez az, hogy a körforgalom itt megépül, az egy jó irány, de attól még a városcentrumon áthaladó gépjárművek száma nem fog csökkenni. Tehát mondjuk az a zsúfoltság az továbbra is megmarad, és ráadásul ez a körforgalom is udvariassági alapon fog működni, mint a mostani kereszteződés. Tehát ez a belváros zsúfoltságát biztos, hogy nem fogja jelentősen csökkenteni. Legalább az Ilki út és a 41-es közötti szakasz elkerülő megépítését azt célul kellene kitűzni ebben a ciklusban. Én hallom, meg visszahallom azokat a reakciókat, amelyeket az állam részéről kapunk, hogy várjuk már meg az autópályát, mert majd az autópálya majd lerendezi a város belváros zsúfoltságát. Egyelőre még annak a dátuma sem sincs közzétéve, hogy a kivitelezés mikor kezdődik el, tervezési fázisban van. Tehát én azt gondolom, hogy a városnak nem nincs ideje azt megvárni, ameddig az autópálya elkészül. Tehát erre hívnám fel a figyelmet, és javasolnám, hogy ebben kezdődjenek el akár a lobby tevékenységek is, országgyűlési képviselőnél és magasabb szinteken.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A világítás mindenképpen megfontoljuk, hiszen látjuk azt, hogy az ipari területen az útépítés, a csapadékvizelvezető rendszer, a csarnokunk is, illetve a maga a közvilágítás is nagyon szépen kiépült, és ezt mindenki belátja most már, a parkoló kialakítására nagyon komoly szükség volt a temetőnél. A fák ültetése is megtörtént, és még történni is fog a jövőben is, a világításra pedig valóban szükség van. Annak a technikáját pedig meg kell nézni, nyilván szabályos keretek között fogjuk ezt is megvalósítani. Vannak most már olyan villanyoszlopok, amelyek a napenergiát használják föl, tehát több helyre kerültek már ilyenek is kiépítésre, de nyilván az áram is most már közelebb van a beruházás kapcsán. A körforgalomban én az elmúlt időszakban többször szóltam, és több egyeztetést lefolytattunk, és gyakorlatilag ez egy komplex dolog. A Magyar Közúttal sikerült olyan helyzetbe kerülni a városnak, ami nem volt egyszerű, hiszen tudjuk azt, hogy a Magyar Közút azért olyan helyzetben van, hogy nem mindig és nem minden településsel tud szót érteni. Most velünk tudtak, és mint egy 500 millió forintos nagyságrend áll rendelkezésünkre, és ebben jelentős szerepe van országgyűlési képviselőnknek, hiszen ő belátja azt, hogy a körforgalom az elkerülhetetlen, és valóban, ahogy mondtad is Csaba, meg volt a terv annó, mi is ezt a tervet, amikor ezt Miki alá is tudott támasztani, amikor Tasó államtitkár még külön javasolta, hogy azt azonnal vegyétek elő, pontosan akkor, amikor a Swisscrónak az alapkületétéről sor került. Mi ezt elővettük, leporoltuk, megvan a terv, és elviekben most talán látjuk a fényt az alagút végén, mert volt egy olyan jelzésem, hogy ha és amennyiben az autópálya és a gyorsforgalom megépül, akkor ez szinte lehetetlen, hogy még egy kilométerre beljebb, vagy két kilométerre beljebb egy elkerülünk legyen. Ez továbbra is mondom, hogy ez számunkra valóban nem válasz, ugyanis az autópálya nem oldja meg azt a forgalmat sem, akik mondjuk Mártészalka nagy dobos irányából jönnek, ők ott ahol most ugye Balázs Pistinek épül a telepe, ott volt terv szerint is, és még most is látunk a terveken, le is fotóztam, ott egy másik elkerülőt, egy ilyen déli elkerülőt, egy kisebb elkerülőt, amely nem feltételezne új Tiszaidat, hanem akkor egy új Kraszna híd is úgy csatlakozna be a Tiszaidhoz. Tehát ennek a tervei úgymond leporolásra kerültek, megvannak, és a nyugati elkerülő is megvan. Erre most még forrás nem látunk valóban, ezért lobbiznunk kell, viszont amiről szóltam, az pedig most már tényszerű. A Magyar Közút elviekben, Zola, ha jól emlékszem, szeptember közepe volt az első beadási határidő, aztán november közepére tudta a Magyar Közút beadni azt a tervet, azt a pályázatot, amit mi is láthattunk, miszerint egy nagyon komoly útfelújítás történne a városban. Ez nagyon ránk fér, ezt mindenki tudja, hiszen a belváros üzletháztól, azért nem mondom a Turinfonttól, mert azon a útkereszteződésen sajnos túl kell jönni. Azon a csomóponton, ami egy jelzőlámpás csomópont, egyrészt a Spárnál, másrészt pedig a Turinform előtt, mert emiatt nem tudtuk azt megvalósítani, ami terveink között szerepelt, és amit tovább is vittünk, hiszen volt erre testületi jelzés is, hogy ezt mindenképpen próbáljuk meg, a körforgalom kiépítését a Spárnál. Ugyanis a Magyar Közútnak egy több mint 1,3 milliárdos pályázata volt jelzőlámpás csomópontok kialakítására országosan, és ebben sajnos benne van a mi két csomópontunk is, mind a Turinformnál, református templomnál lévő, mind a Spárnál lévő. Így ahhoz 2021. júniusáig, ha jól emlékszem, nem tudnak hozzányúlni, de ekkor mondtuk azt, hogy mi nem engednénk el ezt az 500 millió forintot, hiszen aszfaltra szükség van, aszfaltozásra a városban szükség van. Épp ezért onnan a Turinfonttól kicsit elrébb megindulna az aszfaltozás, egy mini körforgalom kerülne kiépítésre, akkor ennek a tervét láthatjátok akkor a bizottsági ülésen, és végre egy olyan dolog is megvalósulna, ami soha nem volt, hogy a posta előtt is lenne egy gyalogos átkelőhely. Tudjuk, hogy ez óriási balesetveszélyt szült eddig, ugyanakkor azt is látjuk, hogy biztonságosabbá és talán gyorsabbá is tenni a városon történő áthadást. Nyilván ez közlekedési szakemberek hozzáértését is igényli majd, hiszen a református templomnál a lámpát nem tudják így hagyni, aznak maradjon meg a lámpa, ha egyszer csomópont kiépült, de akkor hagyják majd sárgán villogón, ez közlekedés technika, és akkor csak a Spárnál működő lámpa menjen a hagyományos formájában, mert akkor nem tudna a város bedugulni. Az meg most hány másodpercig indítja, ezt majd mérjék ki a szakemberek. Nekünk nagyon fontos, hogy innen elkezdődne egy teljes aszfaltozás, Szabadságtér, Kossuth utca, vasúti átjáró a Vörösmarty útig, valamint Rákóczi út végig, és itt szeretném mindenképpen okozzebrát is megvalósítani, Radnóti út, illetve a Kölcsei út,
és az Árpád utca. Kihagyta valamit? Mert ezek az utak lennének teljesen felújítva, és nyilván itt nagyon oda kell figyelnünk arra, amiről mindig beszéltük, és a kerékpárútnál is elmondtuk, hogy a patka az út része. Tehát, hogyha a kerékpárútnál az volt a hivatkozási alap, hogy azért nem cserél ki a patkát, mert az az út része, akkor most eljött az idő, hogy az útpatkát is ki kell cserélni. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik pedig, ami ehhez kapcsolódik, és ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, az pedig a bőrvérruhagyának az esete. Mivel itt a Kölcsei utcáról nem tartjuk szerencsésnek, és mindenkinek a véleményét várjuk a majdani beközlekedést az ott dolgozók részéről sem, nem szólva az építkezésről, ahol egy 25 ezer négyzetméteres ruhagyár épül majd, több mint 1000 foglalkozottat foglalkoztatva, 1000 szabóvarró és dolgozót. Így mindenképpen az Árpád útról lenne egy közlekedés a tervezett kapui félerőmű bejárójáról, és onnan volt már egy komoly bejárás, kint voltak az NVM szakemberei, és megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy mintegy 150-200 millió forinttal kerülne ez a projekt úgymond többe, ez a 12 milliárdos projekt, mert itt a ruhagyárnál ennyiről beszélünk, amelyre az IPA-tól aláírás előtt van, de már teljesen előkészítve egy 5,4 milliárdos támogatás. Az IPA sem szokott csak úgy 45%-os támogatást adni. Most a Bőrvin, ami már, ha jól tudom, nem is Bőrvin, hanem Aston Reed Junior, tehát most már más a nevük is, de ez a cégcsoport mindenképpen abban gondolkodik, hogy Vásárosnál nincs a térsége, és itt én nem látok még most, nem hogy 1000, de még 800 szabó varrónő sem, de abban is gondolkodnak, hogy a határon átnyúlva román és ukrán területről is megkeresik a munkahelyeket, de ez egy másik sztori. Visszatérve, ahogy utaltam arra, hogy a jezzúrral részt vettünk a Visegrádi Kisvárosok Szövetsége programján, egyértelmű, hogy a modern városok programban jelentős forrásokhoz juthatnak még az akkora települések, mint Vásárosnamény. Itt én külön kérném majd az ötleteket, hogy könnyítsük meg a városfejlesztési csoportnak a dolgát. Tudjuk azt, hogy, és sokat beszéltünk erről, szennyvíz, csapadékvíz, ivóvízrendszer teljesen elavult. Tudjuk azt, hogy az úthálózatnak ez a beruházása csak egy töredéke annak, hiszen jó magam is voltam kint a minap Gergely-ugornyán, látom ott is a kisebb utcákat is, hogy azok is, amelyek 20-30 éve kerültek le aszfaltozásra, azok is mennek tönkre. Az idő az mindent, ugye, amit használunk, az tönkre is megy. Úgyhogy itt e kapcsán mindenképpen, Zoli, ezt jegyezzük, mert akkor egy lakossági fórumot is hozunk össze, de javaslom, hogy előtte azért mi nézzük át a konkrét anyagokat, hogy ebbe a közút által javasoltakhoz mit tudunk esetleg még mi hozzátenni. Röviden ennyit tudtam volna mondani. Egy mondatot szeretnénk hozzátenni. A tervező az asztalon ül, szakmát tanulta, az alapján tervez. Az, hogy a helyi viszonyokra ezt hogy lehet rátelepíteni, azt viszont a helyiek tudják. Tehát például azt a problémát, ami már sok éves probléma, hogy a gyalogos forgalom jelentős része mondjuk a főtéren a Wittner ABC-n keresztül, vagy szembe megy. Ott lesz most zebra végül. Hát a zebra, én ha jól láttam a terveket, akkor közvetlenül itt a postától visszafelé a Rákóczi út felé lenne, mind a meglévő az marad, és akkor egy új lenne itt a postánál. Ez csak azért mondom, mert az emberek helyi, hát, hogy mondjam, a gyalogösvényre kell építeni a valamilyen megoldást, és mi sokat birkóztunk annak idején a közúttal, hogy lássák már be, hogy jó, széles ott kiszélesedik az út, és buszmegálló is van, de akármennyire is tiltanánk, akkor is ott mennek át. Tehát valamilyen megoldást, mert a közútnak mindig az volt a véleménye, hogy ilyen széles utcára csak jelzőlámpás zebrát lehet építeni. De ha tesznek be egy ilyen pihenő kis szigetet, egy gyalogos, és tehát valamilyen megoldást, hogy igazodjon már a helyi dolgokhoz, mert meg fognak építeni egy olyan gyalogátkelő helyet itt a postától visszább, amit az emberek nem fogják használni, mert a nagy többség az tökön passzuljon keresztbe megy a busz megálló környékén. Vagy itt, vagy ott. Mi meg autósok előzékenyen át is engedjük őket. Nyilván. Tehát, meg hát a rendőr ott áll, tehát úgyis, ha nem engeded át, akkor az sokba kerül. Jó, nem, azt akarom csak mondani, hogy a tervezőkkel
Igen. Tehát valami a helyi viszonyokra vagy a helyi szokásokra adaptált terv készüljön, meg megvalósítás készüljön, mert az emberek akkor fogják azt használni. Nyilván ez csak akkor igaz, hogyha a szakmai előírásokkal összeegyeztethető. Én ezért is javasolnám, hogy legalább akkor egy ilyen tájékoztató legyen. Utólag ne kapja meg az önkormányzat azt a kritikát, hogy nem is tudták a városlakók, hogy ez így lesz meg. Mindenképpen a jogszabály előírásokat szem előtt tartva ezt megvalósítjuk, illetve a parkolókról nem beszéltem. Tudjátok, te is tudod, hogy gyakorlatilag a belvárosi üzletház szinte kísértett ház, úgymond. Ugyanakkor praktikus lenne, hogyha meg tudnánk azt valósítani, hogyha innen kikerül mondjuk 8 parkoló a Levelek Józsi boltja az ékszer üzlettől, akkor a Fetivízig előtt egyébként most sikerült némi aszfalt, illetve némi zuzatkővel járhatóvá tenni azt a szakaszt. Ott mindenképpen gondolkodhatunk abban, hogy egy parkoló kiépítése a Fetivízig mellett, és gyakorlatilag gyalogosan onnan feljönni a központba, szerintem az már nem egy nagy távolság, és akkor gyakorlatilag bekapcsolnánk a belvárosi üzletházat is a köztudatba, mert valljuk be, hogy az egy tényleg olyan kísértett házként működik. Az jó lenne egyrészt, másrészt kitaláltunk még valamit, és tegnap előtt, hogy Újfehértón jártam, illetve Kemecsén is több helyen láttam, ahol nincsenek parkolók, ott bizony ingatlanokat vásárolnak meg. Most ebben egy kicsit előrébb vagyunk, hiszen a Jókaiton azt terveztük, és ott a bútorbolt, ahol van, tehát a munkahelyi foglalkoztási osztály bútorbolt, ott van egy ingatlanunk, amelyet, hogyha lebontunk, már pedig az lebontásra ítéltetett, akkor onnan oda lehetne kialakítani olyan parkolót, ami egyfajta összekötetés lehetne a fürdő előtti útszakasszal, de ezt is meg kell néznünk pontosan, és ott is egy olyan 30-40 autó parkolására már lenne mód, és elvilegben az sem esik annyira messze a városközponttól. Nem tudunk másban, csak abban gondolkodunk, azzal tudunk főzni, amink van, és még gondolkodunk azon, hogy hol lehetne, de az tény, hogy annak idején is elmondta Bittner Józsinak, akkor rontottad el Józsi az ABC-t, amikor nem elég nagy a távolság a pultok között, és nem lehet bemenni autóval, mint egy McDrive-ba. Mert ugye az emberek elkényelmesedtek, és mindenhova autóval szeretnének bemenni, de ez tény, hogy nagyon kevés a parkolóhely, a garázs a városban is. A probléma, hogy árufeltöltésnek is az üzleteknek valamilyen megállót meg kell csinálni, mert igen. A körforgalomban nem fog megállni senki árut feltölteni. Hát jó, csak ezt azért mondom, hogy én láttam a terveket, és azok bemennek teljesen még a virágos övezetbe is, ahogy láttam. Tehát nem csak a parkoló vészel, hanem még a jelenlegi virágos övezetbe. Tehát valahogy a tervezőket abba bele kell abba a helyzetbe, hát meg kell őket kérni, hogy lehetőleg olyan tervet készítsenek, ami megfelel a szakmai elvárásoknak is, de azért ott a belvárosi környezetben az üzleteknek is a érdekét nem keresztezi. Nem egyszerű, ez biztos, persze. Hogy nem egyszerű, de én ezért javaslom, hogy ez ne menjen olyan módon át, hogy ebben nincs egy konszenzus, vagy egy egyetértés a szereplők között. Köszönöm szépen, Csaba. Jézus úr. Köszönöm, tehát így van, tehát ezzel egyébként nagyon régóta, tehát gyakorlatilag mióta ez kiderült, hogy akkor lesz egy ilyen pályázat útfelújítás, és ott parkolóhelyek szűnnek meg, gondolkodtunk ezen, amit polgármester úr is mondott, hogy a Fetivíziknél van egy kis útszakasz, tehát azt mindenképpen szándékunkban áll, azt tovább bővíteni, ott ingatlan részeket. Hát közös érdek egyébként az önkormányzatnak, illetve az ott lévő ingatlan tulajdonosoknak, hogy ott parkoló kerüljön kialakításra. Hiszen nekik mindenképpen kell már csak az árufeltöltés. Az ügyfelek, lakosság kiszolgálása érdekében parkoló helyek nélkül az valóban nagy probléma lesz az üzleteknek. Én úgy gondolom, hogy ezen közös érdek mentén meg fogunk tudni velük állapodni, meg fogunk tudni egyezni, és ott komoly létszámú parkolóhelyeket tudunk létesíteni. Illetve polgármester úr elmondta, igen, tehát mely útszakaszok kerülnének felújításra. Kölcsei utcá is szóba került, hogy ott nem szerencsés a bejárás az építkezése. Itt nem csak arról van szó, hogy nem szerencsés, hanem szakmailag sem lehet megvalósítani ott a bejárás majd a új ruhagyár épületéhez, illetve az építkezéshez, hiszen mondjuk annak az útnak a szélessége nem adott két
tehát szembe jövő teherautó forgalomnak a lebonyolítására, tehát szakmailag abszolút alkalmatlan a Kölcsey út ennek a megvalósítására, ezért is került ez képbe, hogy az Árpád út, illetve hát ott a meg nem valósult erőműnél kell lesz mindenképpen egyfajta bekötő utat csinálni. Illetve még az, hogy még szóba nem kerül, mert biztos most fel fog merülni a városlakók részéről, hogy vannak sokkal rosszabb utak, mint mondjuk a Kossuth út, meg a Szabadság tér, és akkor miért nem azok vannak, illetve vannak még földutak is. Ez azért nem, mert ennél a pályázatnál csak és kizárólag a 4 számjegyű útvonalaknak a felújítására lehetett pályázni, tehát egyéb útvonalak, egyéb utcák, utaknak a felújítására az szóba sem kerülhetett. Tehát ez a pályázatból ki volt zárva, tehát mi is tudunk arról, hogy természetesen, hogy vannak ettől rosszabb utak, de csak ezek a 4 számjegyű utak, illetve ezekhez becsatlakozó utaknak a felújítására lehetett ezt a pályázatot benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. További felvetés, hozzászólás. Amennyiben nincs, a képviselőtestület mai munkáját köszönöm. Mondhatnám azt is, hogy áldott békés karácsony ünnepeket kívánok, de még lesz egy közmeghallgatásunk is, úgyhogy majd azt követően. Köszönöm szépen!